A 2010-es 12 közötti időszakról is beszélt Budai Gyula, aki akkor az előző ciklus korrupciógyanús ügyeinek elszámoltató biztosa volt. Azt nézem, hogy a bírósági szakba eljutott ügyek tekintetében milyen arányban állapította meg a bíróság felelősséget, akkor egy óriási nagy hiányérzet van bennem. Szerintem önökben is. Az államtitkár kiemelte, a Fidesz-KDNP megteremtette a Győr-Moson-Sopron megyét is érintő zsebszerződések elleni hatékony fellépés jogi hátterét. Ha ez a kérdés megnyugtatóan kerül rendezésre, és azt gondolom, hogy a jogszabályi feltételek adottak, ugye a parlament a múlt héten hétfőn elfogadta Nagy István mosonmagyarvári polgármesternek a javaslatát ebben a kérdésben, is teljes mértékben lezárult a jogalkotás, tehát a büntető törvénykönyv, az új földforgalmi törvény és a Nagy István törvény javaslata az teljes mértékben minden kiskaput bezár, hogy külföldi és hazai spekulánsok termőföldet tudjanak szerezni. Karákos országgyűlési képviselő megemlítette az elmúlt 4 év Győr környéki beruházásait, és hozzátette, ezt a jövőben is folytatni kell. Újabb fejlesztéseket szeretnénk a városban, újabb beruházásokat szeretnénk a városban, és azt szeretnénk, hogy Győrben is és a környező településeken, a vidéki településeken is választ tudjunk adni az emberek problémáira. A mai fórumon egyébként pont ezért választottuk vendégnek államtitkár urat, hogy a vidék kérdéseivel is tudjunk egyszerre foglalkozni, a lakótelepieket érdeklő kérdésekkel is tudjunk foglalkozni, vállalkozás fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel is tudjunk foglalkozni. A Kovács Margit AMK-ban rendezett lakossági fórumon szó volt még a családi adókedvezményekről és a rezsicsökkentés további folytatásáról is.